Shabbat shalom! Dicsőség Jahuának, hogy megint megengedte, hogy itt lássunk és játszhassunk. Folytatni fogjuk Judit könyvét. Három nagyon rövid fejezet, 6-os, 7-es és 8-as fejezetből lesz szokásos 7 kérdésem. És azután az előző szombati élőadások, de lesz benne egy vasárnapi is, és nem tudom, hogy az-e a fejbefedése 3, vagy a szombatra jött ki, na mindegy, az utolsó 3 élőadás lesz. De abból is 2, amit Karesz kiírt. Az egyik az ilyen vegyes lesz. Majd amikor ott tartunk, akkor elmagyarázom, abból lesz 3 kérdés. Azután, ha lesz időnk, akkor találd ki a kulcs szavakból magát a történetet, a képes kvíz helyett most ez jön. A végére pedig a honnan olvastam játék, szóval mindenkinek sok sikert. Az első kérdés egy pontért. Melyik törzsből származott Uzia? Most, hogy ez király volt, vagy csak egy vezető, arra nem tudtam rájönni, de volt Uzia király Izraelben, csak nem tudom, hogy ez most pontosan melyik, de az A szerint Manassé, B Benjamin, C Júda, vagy D Simeon. Melyik törzsből származott Uzia? Uzia egy fontos vezető lehetett. Judit vele tanácskozott. Vele is. Manassé, Benjamin, Júda, vagy Simeon? Na nézzük, hogy ki logikázta ki, meg ki nem logikázta ki. 6-os fejezet itt van, 6-os fejezet 15-ös verse szerint. Ti nem látjátok a tévét, igaz? Nem. 6-os fejezet 15-ös verse szerint ez az Uzia, aki talán egy király volt, talán nem részletezi. Simeon törzséből származott. Simeon, az utolsó, ez a D. Simeon. A helyes válasz. Ezt mindenki tudta. Szerű. Második kérdés. 2 pontért a második kérdés. Judit özvegysége alatt minden nap böjtölt, kivéve, és itt felsorol 5 dolgot, különböző eseményt. Engem az érdekel, hogy mi ez az 5 dolog, ami szerepel ebben a felsorolásban. Azért lőjétek már be nagyjából, hogy nehogy az legyen nekem, hogy hát az az 5 esemény, amikor nem. Hogy. Igen, tehát ő mindig böjtölt, kivéve ezzel az 5 dolgon, amit így részletez. Hogy mi ez az 5 dolog, amikor kivételt tett Judit. 5 dolog, 2 pontért. Ha csak 4-et tudsz, ha 4-et tudsz, akkor az 1 pont. 1 pont az fair. Mi is az említ előtt ünne hangolj? Nem vagy egyedül össze. Vagy bóker előtt így. Na készen álltok? Igen? Akkor menjem. Tehát özvegység alatt végig böjtött, kivéve, ez 8-as fejezet, 6-os verse, kivéve szombat előestéje, a sabát, az új hold előestéje, az új hold napja, és Izraelnek örömünnepei. Tehát gondolom az összes ünnep, ami ünnep. Az ünnepek, az előesték, meg a sabatok új holdak. Ezeken. Nem böjtölt Judit, de amúgy minden, mindig. Azért ő kemény volt. Kemény volt, az biztos. A harmadik kérdés, 3 pontért, szinte válasz lehetőségek nélkül érkezik. A kérdés ez, mire vonatkoznak az alámi számok, mihez köthetőek? Ezek nem is volt sok, de felsorolom ezt a párat. Az első szám az 5000, aztán a második száma 34. De? Aztán az 5-ös. 5. Ezek bármire vonatkoztak, jó? Katona, lovas, napok, hónapok, évek, minden. Következő száma 120 000. Aztán a 12 000. Úgy, amikor a 12 000 bástya felér. A 6-os,
Ja, igen. És a hatos pedig a három vesző négy, aki ezt érti, érti, akinek nem, nem. Három vesző négy, ez így ilyen. Aki elolvasta egyszer, és azért érti, mire gondol. Három vesző négy. Na, hadd szóljon. Két szemetek. Még adok egy fél percet. Mérőke? Hát az a baj, hogy, hogy mindegyik kérdésre más mennyiségű idő kell. Szóval a helyes válaszok a következőek. Kérdésem az, hogy mire vonatkozott az 5000. Kevin? 5000 emberre merítették fel a vízforrásokat, annyit küldött volna felépni az egész völgyet, meg a vízforrásokat. Megadjuk, tökéletes, tökéletes. 34 mire vonatkozik, Gabi? Napig vették körbe. Mennyi? 34 napig vették körbe a város, pontosan. És az 5 mire vonatkozik ott kint, Robi? 5? 5, aha. 5 nap, hogy várjon az esőre. Igen, 5 napot, 5 napnyi haladékot kértek a vének a néptől, hogy annyit várjanak, és hogyha nem jön be, ha nem segít Jahó, akkor megadják magukat. A 120 ezer, mire vonatkozik, Gergő? A gyalogság. A gyalogság, megadjuk. 120 ezer gyalogság. 12 ezer, megint csak ti. Lovasság. Lovasság, jó, és a 3 vesző 4 Gabi. 3 év 4 hónapig nem bőjt. Gyász! Gyász! Az a gyász! 3 év is... Nem, nem, mert 3 év és 4 hónapig gyász volt. Tökéletes, jó, ügyesek vagy. 6 volt, nem 2. Egy pontos kérdés. Ez egy nehezebb egy pontos kérdés. Ki volt Judit édesapja, apja? Ki volt Judit apja? Natanael, Merári, Melkiás, vagy ezek közül egyik sem? Ezt úgy szeretem oda tenni. Vagy egyik sem, vagy nem is volt apja. Készen álltok? Készen állnak. Szóval, 8-as fejezet első verse ez. Ezekben a napokban hírét vett a dolgoknak Judit. A Merárinak a leánya. Ez Merári. Nem Natanael, hanem Merári a B. B a helyes válasz. Mit írtatok? Mit írtatok? Merári, jó. De nem, az a B volt Merári. Az úgy. Akkor jó. Uh-huh. Jó. De az nem elég, hogy Merári a B-t kerít. az csak egy mínusz egy volt. Mivel ez három rövid fejezet volt, azért kellett kérdeznem egy ilyet. Két pontért. Hogy mi a Mahmur? Mahmur, egy mező, ez az A, B, ez egy síkság, B, bocsánat, C, völgy, D, hegy, vagy E, egy patak. Mahmur, híres mahmúri patakok, vagy a híres mahmúri völgy, a mahmúri síkság, az de szép. Ez két pont. Mahmur. 7-es fejezet, 18-as verse szerint, már olvasom is, mikor Ézsau és Amon fiai kivonultak, letáboroztak, nem mondom meg, hogy hol, még szó lesz erről, ez van a bizonyos hegyvidéken, és letáboroztak Mahmur patakjánál. Mahmur az egy patak volt, és onnan vonultak tovább erre a bizonyos síkságra. Na mindegy, itt kezdték körbefele bevezetni a város. Ez egy ezzel összefüggő kérdés, 6-os, 3 pontért. Holofernes seregét szélességben és hosszúságban 4 város határolta. Mikor felfejlődtek és körbevették a várost, azt a bizonyos várost. Kérdés az, hogy melyik ez a 4 város, és mondom, hogy mik közül lehet választani. Egrel az egyik város, Dotain, Betilua, és annyit segítek, hogy Betilua ez a város, és nem tudom, hogy miért veszi bele a belsorolásba, szóval 3-at választhatok ki, Betilua az egyik ebből, Betilua, azt ki is húzhatjátok. Betilua, Ezdrelon, Belboim,
Belboim vagy Belbaim? Belboim szerintem. Következő, Kü-Amon. És az utolsó, Kusz, vagy C-H-U-S. Kusz. Városa. Melyik ez a négy város, ahol szét éve hosszába elfoglalták ezek a csapatok a térséget, mikor felálltak a város ellen, Betilua ellen? Igen, mehet. Szerintem is. A hetes fejezet, hármas verse beszél arról, hogy ez a négy város, nem más, mint Totain, és mindegyik helyes válaszért adok egy pontot. És hogyha egyeset találtál el, az mínusz egy pont. De akkor... Belbaim? Hát Betilua ugyan nyilván az egyik, azt ki is puszhatjátok, és Kü-Amon az utolsó. Kü-Amon. Kiúsztad? Jaj. Jó, jó, kihúzni, na, igaz vagy hamis játék, egy pont ér, mert vagy igaz, vagy hamis, tehát sok választási lehetőségetek nincs. Tehát igaz vagy hamis-e az, hogy hegyezzétek füleiteket. Nem is tudom, ki tudom elolvasni. Miután Izrael fiai tüzet gyújtottak a bástyákon, és egész éjjel virasztottak, mert látták az ellenséges csapatokat közeledni, akik Akiort szállították le nekik, és akik elrejtőztek a hegyoldalban, mivel a parittyások kövekkel hajigálták őket, majd Akiort megkötözve ott hagyták. Ott egy ilyen mindenféle állítás volt? Hogy érted? Tehát 3-2-1, igaz vagy hamis? Ti azt írtatok, hogy hamis. Ti mit írtatok? Igaz. Ti mit írtatok? Hamis. Ti? Hamis. Jó, szerintetek miért igaz? Figyelj, akkor elmondom, hogy miért nem igaz. Na. Azért nem igaz, mert én úgy tettem fel, úgy jött az egész, hogy én úgy kezdtem, hogy miután Izrael fiai tüzet gyújtottak. Ezt kérdeztem. Ez előtte volt, ez az egész történet, minden. A tűzgyújtás már csak utána jött. Élőadások, 8. kérdés. Micsoda? Kettő. Két kérdés. És nem mondom meg, hogy melyik élőadásból van, mert az okosok, szemfülesek tudni fogják. Ez az a két dolog, ami védőpajzs, ami megóv minket, hogy ránk ragadjanak a környezetből jövő behatások, amelyek eltérítenének minket az útról. Ebből a két dologból az egyiknek van egy rendíthetetlen átütő ereje, ami kiegyensúlyozottságban tart minket. Elmondom a last lehetőséget, és aztán fel fogom olvasni még egyszer, hogy értsétek. Írjátok le a következő szavakat. Szelítség, mértékletesség, önuralom, jó indulat, buzgóság és józanság. El fogom olvasni még egyszer. Az eredeti szöveg így szól, és akinek ez nem ugrott be, ez a Robinak az élőadása a kegyetlenekből. A szelítség, jó indulat, egy védőpajzs, ami megóv minket, pont. És melyiknek van rendíthetetlen átütő ereje, és ami kiegyensúlyozottságot ad? A szelítségnek van ez a rendíthetetlen és átütő ereje, jó? Szelítség, jó indulat, és aztán megint a szelítség. Meg lehet? Tehát következő játék, mind a két élőadásból, Robi és Viktornak az élőadásaiból fogok
screenshotokat bemutatni, amikből húztam ki szövegrészeket, szavakat, és azokat kell tudni behelyettesíteni, és minden egyes helyes válasz után adok egy pontot. Próbáltam úgy megcsinálni nektek, hogy azért valamennyire egyértelmű legyen, de szeretném, hogyha minél közel járnátok a helyes választ hozzá. És akkor már is mutatom az első szövegrészt, amit kéne tudni, az ez. Azt kell mindig figyelni, ami narancssárgával ki van húzva. Mert lesz más színű is, azt csak azért húzom ki, hogy ne segítsen, mert amúgy segítene. Tehát mi ez? A vad és erőszakos viselkedés együtt jár a... Mivel? Mivel jár együtt a... Te vagy, Robi, tehát... Nem mondok semmit. Azt elmondhatod, hogy mi nem. Elmondhatod, hogy mi nem, ha szeretnéd. Tehát mivel jár együtt a vad és erőszakos viselkedés? Mivel jár együtt? Mutasd már ki. Ja igen, itt nem látja. Tessék. Mivel? A helyes válasz az itt van. Az eredeti... Oppa! Ez jó! Tényleg ez jár egy. Igen. Hanem... Ez már nem nagyon lehet látni, mert van értelmetlen módon ez olyan kicsi, de a vad és erőszakos viselkedés együtt jár a haraggal. A harag egy pont, ha tudtad? Legalább egy csapat tud, tudtátok? Két csapat, három csapat. Nagyon jó. Büszke vagyok rátok. Következő szövegrész lett az. Ez, ez miért ilyen kicsi? Sajnálom. Várjátok, látszik? Nem látszik itt, látod? Nézd. Na figyeljetek, itt van a szöveg, tessék szépen megfejteni. Csak nézzel látják úgy is, ez nem mondom. Igen. Szorult helyzetben is segít, ha meg tudjuk őrizni a... Érdekes módon a gyógyulást és terápiát ugyanazzal szóval fejezik ki az írások, számtalan helyet, mert a... Együtt jár a nyugalom ezzel a dologgal, melynek kulcs szerepe van mind a fizikális, mind a spirituális egészség megőrzésében. Kell nekem ez a két szó, kettő szó, egy-egy pontért. Gyerünk! Két szó, ha? Várjál, azért nem eszik olyan forrónak ásán. Ugyanaz a két szó pontosan. Persze nem látjátok, de én elmondom, hogy mi ez. Tehát szorult helyzetben is segítő, meg tudjuk őrizni a szelítségünket. Mértékletességet írtatok? Egy pont. Tehát mind a két helyre a szelítséget kellett írni. A szelítség, amivel együtt jár a nyugalom is. A következő screenshot, csak a narancssárga szöveg számít, ne lepődjön meg, ezt már Viktor pirosította ki itten. Mi van ott? Meg is nézem, hogy ez hány szó. Ez úgy igazából itt két szó van egymás mellett, de ugyanaz a szó. De te tudod, Viktor, nem? Ide azért ilyen hosszú a szöveg, mert két szó, de ugyanaz a szó. Tehát ne lepődjetek meg, ez nem egy ilyen extrém hosszú szó. Két szó csak egymás mellé van írva, ugyanaz a szó. Nem, hát ugyanaz a szó. Tehát egy szó. Igen, valamiért így van a szövegben, két szó egymás mellé. Egy szó, ellentétes ficcium, mely az ember vágyainak, ösztöneinek szolgálja ki. Igen. Tárgyak, gondolatok, szó, cselekmény uralkodnak az ember fölött. Ha nem tesz ellene az ember, a szenvedélyek kiváltója lehet alkoholizmus, drogfüggőség, kábítószer, ezek teljesen ismeretlen dolgok. Megmutatkozik a torkosságban, a tárgyakhoz, tevékenységekhez való túlzott ragaszkodásban, pócselepésekben és így tovább. Mi ez a szó? Válasz az a mértéktelenség. Vagy a mértékletesség. Mértéktelen, mértékletlen. Tessék. Két ellentétet szól. Mérték, letesség.
De érted mi volt itt a lényeg, nem? Tudtad, vagy nem tudtad? Mértékletesség is jó, a mértéktelenség is. Ez a következő. Itt is csak az egyik szót kell tudni, ami ki van húzva itt narancsvágával. Feketével azért húztam ki, mert segítség lett volna, de ha valaki tud görögül, akkor azt tudni fogja ezt a szót is. És ez Viktor megint. És ezt tudod, Viktor? Hát ő tudja. Milyen kár, hogy nem mondható. Milyen kár. Menjen már, Lali. Ja. Bírom elolvasni. Tessék. Köszi. Szívesen. Mindig mikor én még állok. Csak a narancsága szövegre vagyok kíváncsi. Na mi? Na mi ez a görög szó itt? Hát nehogy már le tudjátok kiolvasni ezt a görög szót. Ott van. Soprano. Soproneo. Na, mehet? Meg is már a Viktor. Aha. Józanság a helyes válasz. Minden helyes válasz után egy pont. Józanság. Mit írtam? Te kvárt, mit írtál? Józanság. És az utolsó, amit csak nem hagyhattam ki, két szó. Két szó, ezt nem hagyhattam ki. Mi ez? De ne, Lali, hogy nagyítsa már. Igen, úgyhogy letöltöm szépen. Úgyhogy letöltöm. Hogy jól vett fel. Inkább letöltöm. Gyorsan. Nem úgy, Lali, csak nem mondod, légy szíves. Ez nem úgy, nem mondod. Tessék. Két szó. Burbi. Igen, legalább. Technikailag három, de amúgy. De gyerünk, még adok 10 másodpercet. Gyorsan. Ki az, aki erőszakos bosszú hadjáratra ment, és aztán van valaki a hasonló szuperhősök, így a igazságtól munkássága. Holopperc. Jó, mert szóval a filmipar legerőszakosabb bosszú hadjárója, vagy megbosszulja John Wick, és aztán ez a szuperhős, aki szóba került megint csak, az pedig Batman, akiről Robi beszélt, egész véletlenül John Wick és Batman. Hát egy-egy pont pontosan. Ez nagyon fontos volt, és ezt szerintem muszáj megtanulni a mindenkit. Így van. Párbaj játék következik. Most lehet pontokat szerezni, mert az út... Hogy is van ez? Annyi segítség van benne, hogy ez a utolsó élője Robinak. Mi is a neve? Kegyetlenek. A kegyetlenekből van, és több különböző embernek a mondatai járnak ezzel a papíron, amiből én fogok olvasni, és nektek csak annyi a feladatok, hogy kitaláljátok, hogy kinek a szájából hangzott el, most meglátjuk, hogy ki mennyire figyelt a testvérére, amikor beszélt, és mire jutott ő a kegyetlenséggel kapcsolatban. Álljanak fel az első résztvevők. Felkészült emberek hozzászólásai a Kegyetlenek című élőadást követően. Plusz 2 pont, ha tudod, ki az, és plusz 2, ha nem találod el, ki az. Figyeltek, elmondom, mi van. Lehet bárki Robin kívül, Roli is, le lehet Csapda is. Oké? Lehet, hogy lesz közte olyan szöveg, amit csak én találtam ki. De lehet, hogy nem lesz olyan szöveg, amit én találtam ki. Lehet, hogy lesz olyan, amit Roli mondott, de lehet, hogy nem lesz olyan, amit Roli mondott.
Oké? Okay? Lehet, hogy mindegyiket ugyanaz az ember mondta, itt akármi megtörténhet. Két pontért, ha tudod, mínusz két pontért, ha nem tudod. Vagy nem az, ha nem tudod, ha rossz a válasz. Az első dolog, az első mondat, a hozzászólás. Ha 3-4 éves korban már ez megy, ez a dolog, és ezt nem tudjuk megállítani, akkor annak beláthatatlan következményei lesznek. Én tudom, hogy milyen az, amikor kegyetlenkednek velem. Ez a legrosszabbat hozza ki az emberből. A, igen? Nem! Ez én voltam! Ez nekem olyan, mintha Roland lennék. Látod, olyan, mintha Roli lennék szinte. Összekevertek Rolival. Ez Roland, és még a minuszra rátöttek. Nem volt minuszra. Következő. Következő. A kegyetlen ember nem más, mint aki irgalom nélkül cselekszik. Képes végignézni mások szenvedését. Képtelen az együttérzés bármely. Ez a csapda ilyen nem is hangzott el egyáltalán. Semmi. Az igen. Megparált nem mond. Ilyet megközelítőnek sem mondott senki. Nem szeretnének Ági meg Erika majd. Nem baj, az nem baj. Nem baj. Most jól teszem, megint én jövök. Kösz Pisti, összehoztuk. Nagyon nagy vagy. És már nem tud. Következő. Ki az? Karász, Babi, nagyszerű. És légy szíves, nézzétek a jelentkezőket, mert nem tudok egyszer odafigyelni. Na. Brutális, szörnyű, borzalmas. Virágkövénben volt egy ilyen brutális történet a Levita utazóról. Ugye hát ő... Csaba. Így van, ez Csabi, plusz két pont. Ez Karász volt előtt. Hát én felvettem a kisztát. Hát ez volt előbb. Na ki a következő? Viktor, Adrián. Nagy ágyuk. Gyerünk már, köst a legatyát. Lehet akármegyik csapda. Figyeltek. Ahogy írja a korintusiakhoz második levél... Már jelentkezett. Jelentkezett? Ja. Tehát már korintusiak második levél 11-es fejezetben, 11-es versben, hogy az ő az, aki a világosság angyalává adja elő magát. Nekem volt egy főnököm is, ő tudta, milyen vallású vagyok, és a sátánba hitt, és olyan, és egyfolytában azt hajtotta, hogy lehet, hogy rosszul tudom, lehet, hogy a sátán a fényhozó, és ő jót akar az embernek. Mondja, Karesz. Igen, ez Karesz. Karesz, ezeket a reakciókat fog vissza, mert és fél szemmel lát. Az segítség, segítség. Három pontos kör, vagy plusz három, vagy mínusz három. Gyerünk. Jó, menjen szerintem is. És nincsenek ilyen kamu jelentkezések, mehet. És én így el tudom képzelni, ahol van egy nyáj, ezek a szoptatósok. Mert sokszor vannak ilyen videók, ahol el vannak választva, és azokat így külön tartják, és aztán néha összeengedik a szülőkkel, és akkor azok, hogy így mennek azok, de most ez így hangzott el, mennek azok így össze-vissza, ilyen nagyon ostobába vannak. És ő szeliden legelteti őket, míg célba nem viszi. És nekem... És nekem... És nekem ragadta meg a figyelmem, hogy ez a türelem és az alázat ilyen primitív lényekkel szemben is nyilván mi vagyunk azok, akik a szoptatós állatok. Bocsánat, ez fura így hangzott el, ahogy ezt felolvastam. Gyerünk! Szerintem én nem hangzott el. Pedig elhangzott pontosan így, és ez Márk. És ez már! És ez mínusz 3 pont! Jaj! Nem, de ez itt a vigyel. Most akkor találtam.
Jó, jön a kulcs szavas, hát lehet, hogy csak ebből egy vagy kettő lesz, mert nagyon fut az időnk, plusz én nem nagyon tudom kibogozni azt, amit Gergő küldött, de mindegy, csináljuk. Mondom, mik a kulcs szavak, és elmondom a pontozást is, az első két pont után, az első két szó után, ha kitalált két pont, ha csak a harmadikból egy pont, és ha a negyedik szóból sem találod ki, mi a történet, akkor az mínusz egy pont. Nagyszerű. Akkor mondom. Két asszony, az első szó vagy szavak, két asszony, ráfeküdt. Ezt én csináltam. Két asszony ráfeküdt. Na kire feküdt rá két asszony? Támolj vissza, hogy valami... Jó, következő szó. Kard. Kard. Két asszony ráfeküdt a kardra. Kard. A következő... De már ki kell találni. Csecsemő. Amit te újítod. Csecsemő. Csecsemő. Fogta a kardot a csecsemő. És az utolsó a vágjátok ketté. Vágjátok ketté. Oké. Okay. Két asszony ráfeküdt. Első szakasz. Másik szakasz. Kard. Harmadik szavasz. Csecsemő. Negyedik. Vágjátok ketté. Na melyikből találtad ki? A csecsemőből. Jó, oké, ez megvan, melyik történet, nem Salamon történet, amikor az igaz bírót játsza, elviszi a két parázna asszony, azt az egy szem csecsemőt, aki még élt, és az egyik magyarázott, hogy az enyém, aztán a másik folyált, hogy nem az enyém. Salamon pedig eldöntötte volna az, hogy ketté vágja az egyik csecsemőt. És az anya odaugrott, az ő anyja. Igen. Tehát akkor lesz még egy ebből, még egy ugyanaz a pontozás minden. Most kóparáltam Gergőbe, szóval mondom, hogy mi a helyzet. Jóslás, vagy jósol. És a másik pedig a szolgáló lányka, vagy szolgáló lány. Következő pedig a menj ki belőle. És Csabi kitalálta. Igen, menj ki belőle. És az utolsó pedig a börtön. Sőt, lesz még egy szó, az pedig a haszon. Haszon. Tehát haszonja volt valakinek valamiből is. Fász, többet nem segített. Tehát valakiből valakinek haszna volt. Tényleg nem segítetek többen. Mit csinálsz? Igen, az első kettőben az. Igen, igen, ez Saul és Barnabás, amikor a szolgáló leánkából kiűzik azt a démon, akiből hasznuk volt, majd börtönbe vetették Sault és Barnabást, mert fellázították az egész mindenkit, hogy mit jönnek ide ezek okoskodni. Jó, hát az a történet, amúgy apostolok cselekedetei 16-24-ig, ha valakit érdekel. Azaz, Csabi, kitaláltad, bravo, tényleg kemény vagy. Ez azért nem semmi. Utolsó játék, honnan olvastam, könyv. A könyvért két pont, a fejezetért két pont, és a felolvasott versek közül az egyiket, ha eltalálod, két pont, ha nem találod el, ez a bónusz része, akkor mínusz két. Hát vagy bepróbálod, vagy nem próbálod, de ez egy könnyű szakasz lesz. Megy! Senki sem cselekszik bűnt, aki az Elohimtől született, mert benne marad annak magva, és nem cselekedhetik bűnt, mivel hogy Elohimtől született. Erről ismerhetők meg az Elohim gyermekei és az ördög gyermekei. Aki igazságot nem cselekszik, azaz egy sem az Elohimtől való, és az sem, aki nem szereti az ő atyafiát. Mert ez az üzenet, amely kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki gonosztól vala, és meggyilkolá az ő testvérét. És miért gyilkolta meg azt? Mivel az ő cselekedetei gonoszak valának, és testvérei pedig igazak. Ne csodálkozzatok, atyám fiai, hogy gyűlöltéteket a világ. Mi tudjuk, hogy által mentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atyafiát, a halálba marad. Aki gyűlöli az ő atyafiát, mind embergyilkos az, és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhat ő benne. Utolsó, arról ismertük meg a szeretetet, hogy az ő életét adta értünk, mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket, ami atyánk fiaiért. Hajrá!
Még egy pillanatot már. A könyvet csak tudjátok, nem? Számolj vissza a lehet. F2P. Ja. Amit felolvastam, az a 9-es, 10-es, 11-es, 12-es, 13-as, 14-es, 15-ös verse. Harmadik fejezete. Egyárosan! De amit mondja, hogy elmennünk van a szélőből, de a dolcsán felülni. Köszönöm mindenkinek a részvételt. Ma holnap ki fogom írni, hogy Judittal hol folytassuk és hol hagyjuk abba. Mert igaz, 16 fejezetig van a könyv, de ezek rövid fejezetek, szóval azt sem kizárt, hogy mindet egyszerre lenyomjuk. Ez 7 vagy 8, 8, 7 fejezet lenne, de az nem sok. Aztán mindenki készüljön, jól figyeljetek, mindenki készüljön a mai élőadásból, a holnapi élőadásból, és a következő szombati élőadás. Az a legtisztább, ha mind a háromból felkészültök. Legalább egyszer meghallgatjátok, amit Robi Viktor csináltak, amúgy is rövidek, szóval szerintem meg lehet csinálni. Mindegyikből készüljetek, és azt is érdemes meghallgatni, hogy a testvéretek mit szól hozzá, mint látjátok, ez bejött eddig. Úgyhogy mindenkinek további kellemes sabatot, és halleluja! Halleluja!